Amennyiben egyetért törekvéseinkkel és tevékenységünkkel, kérjük, 2021-ben is támogassa adója 1%-ával a Vakok és Gyengéllátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületét. Adószámunk 18 18 50 30 1 42. Köszönjük, ha ránk gondol! Home office-ban a látássérültek. Az első lezárásoktól napjainkig. A Home office-ban a látássérültek című minisorozatunk újabb állomásáról köszönti a kedves nézőket és hallgatókat a képszerkesztő Bönde Katalin és a műsorvezető Miks Rédai Csaba. Ezúttal a kispesti klub életet mutatja be nekünk az ottani közösségi civil szervező Bernár Zsuzsanna, Zsú. Szia, Zsú! Szia, Csabi! Neked milyen nehézségeket okozott az elmúlt egy évben kialakult karanténos, illetve lezárásos helyzet? Hát elég sok nehézségbe ütköztünk. Először is nálunk fontos az, hogy személyesen találkozzunk a klubtagokkal. A pandémia elég sok gondot okozott. Először is nem találkozhattunk személyesen klubtagjainkkal, ami pedig nagyon fontos volt, hiszen tartottunk havonta a klubnapot, szerveztünk több programot, és hát ezt most sajnos nélkülöznünk kell. Viszont úgy gondoltuk, hogy a kapcsolatot mindenképpen tartani kell, telefonon és online is folyamatosan kapcsolatban vagyunk a klubtagokkal azóta is. Úgy gondoltuk, hogy segítségre van szükségük, és felismertük ezt az igényt. A kispesti önkormányzat is felajánlott a segítségét az étel kiszállításban, a VGKL-től pedig a Louis Braille támogató szolgálat segítségét vehették igénybe, mind a szállításban, mind gyógyszerkiváltásban, vásárlásban segítettek a tagjainknak. A te klubjaidon igen népszerűek voltak a kvízjátékok. Ez gondolom egy olyan ember számára, aki nem gyakorlott a Facebook használatban, nem gyakorlott abban, hogy interneten tartsa a kapcsolatot a barátaival, szinte lehetetlen helyzetet teremtett. Hogyan tudtátok áthidalni ezt a problémakört? Igen, ez gondot okozott, ugyan figyelemmel kísérik az online klubjainkat, amiket úgy szintén havonta megtartunk. Arra gondoltunk, hogy szép versekkel pótoljuk ezt, hiszen nagyon szeretik a verseket és különféle kulturális dolgokat. Úgyhogy nem is csalódtunk, mert sokan visszajelezték, hogy nagyon tetszett nekik, és hogy ezt folytassuk. Olyannyira belelendültünk most már mi is az online klubozásba, hogy úgy gondoljuk, ha a pandémia véget ér, akkor is folytatjuk a Facebookon ezt a műfajt. A tavasz a megújulás, a természet újjászületésének időszaka, amikor virágba borulnak a fák, és feléled a természet téli álmából. Egyre hosszabbak lesznek a nappalok, és rövidülnek az éjszakák is, és persze végre, valahára, lekerül rólunk a nagykabát. Március a tavasz első hónapja, aminek rengeteg különböző elnevezése van. Hívhatjuk kikelethavának, Böjtmás havának, vagy akár tavasz előhavának. A hónap a nevét Marsról, a háború római istenéről kapta, ugyanis úgy tartották az ókori Rómában, hogy szerencsét hoz ilyen időtájt háborút indítani. A régen élt emberek hite szerint a hadisten a tavaszi vetéseket is védelmezte, a földben már mozgolódó magokat óvta. A természet örök naptárának egyik legfontosabb napja minden évben március 21-én érkezik el. Ekkor a napsugarai az egyenlítő felett merőlegesen érik a föld felszínét. A nap az északi és déli félgömböt egyenlő mértékben sugározza be, ami féltekénken ez a tavaszi napi egyenlőség napja. Ilyenkor pontosan annyi ideig tart a sötétség, mint a világosság. Ez jelenti a tavasz kezdetét, a déli féltekén pedig ilyenkor kezdődik az ősz. A népi nyelv szerint, ha Böjtmás hava száraz,
Szent György hava nedves. Ez azt jelenti, hogy ha márciusban kevés csapadék esik, vagy csapadékmentes, akkor az április várhatóan esős lesz. A néphit szerint az egész esztendőre is irányadó március hónap, mivel amennyire ködös lesz a március, annyi záporra számíthatunk az évben. Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig magában hordozott egy sajátos, szimbolikus jelentéstartalmat a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Juhász Gyula, március idusára. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma a szívünkbe szórja. Ó, akkor egykor ifjú Jókai és lángoló Petőfi szavaz engedt, kokárda lengett és zászló lobogott, a költő kérdett és felelt a nemzet. Ma nem törd el bilincset, s börtönajtót, lelkes tömeg, de munkadala harsog. Szépség, igazság lassan megy előre, egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. De azért lelkünk búsan visszanéz, és emlékezve mámoros lesz tőled, tűnt március nagy napja, szép tavasz, mely fölrásztad a szunnyadó erőket, mely új tavaszok napját égre hoztad, mely új remények ibolyáját fontad. Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot. Nyáron, illetve kora ősszel azért volt egy kis fellélegzés. Nálatok voltak kültéri vagy személyes rendezvények? Sajnos nem voltak, mivel klubtagjaink zöme olyan 75 és 85 év között vannak. Nagyon féltek a járványtól, nagyon féltek, hogy megfertőződnek. Hogyan tudtál segíteni ennek a korosztálynak abban, hogy tudjanak csatlakozni ezekhez az online, de élő eseményekhez? De először is telefonon beszéltünk, megbeszéltük, hogy mind a ketten odaülünk a számítógéphez, és akkor úgy közvetítettem, hogy mit, hova kell lépni, hova kell kattintani, de e-mailben a Kispest lámpásai linket is elküldtem. Meghívókat küldtünk, ott is van link, úgyhogy szerintem ez így elég gördülékenyen ment, attól függetlenül, hogy idősebbek. Említetted, hogy az online klubozást nem engeditek el. Ezen kívül mik a terveitek a jövőre nézve, amikor már szabadon, vagy legalábbis szabadabban lehet mozogni? Remélhetőleg a nyáron már egy kicsit szabadabban lehet mozogni. Ennek ellenére egyeztettünk a klubtagokkal, és úgy gondoljuk, hogy beltéri eseményekre nem megyünk, tehát klubnapot nem tartunk a Kispesti Szociális Szolgáltató Centrumban, mert az egy elég zárt és kicsi hely, viszont nagyon szeretjük, de most, hogy esetleg felszabadulunk egy picit, akkor is inkább szabadtéri eseményekre megyünk, illetve klub napjainkat is ott fogjuk megtartani. Tervezzük azt, hogy elmegyünk a Vakok kertjébe, akkor a kispesti szobornéző séta folytatódik, esetleg még valamilyen kerületi látnivalók, még azt nem tudjuk, még egyeztetni kell Mohai Orsolyával. Esetleg még, ha lesznek kerületi rendezvények, ilyen Mihály napi búcsú, városünnep, tehát ami szabadtéri, oda is akkor a társas. Mik a személyes gondolataid a pandémiával kapcsolatban, illetve mi az, amit mind személyes gondolatot elmondanál a kedves hallgatóknak, nézőknek, vagy akár a klubtagjaidnak? Hát ez a pandémia, mondhatnám, hogy talán mindenkit letaglózott, és nagyon nehezen éljük meg azt, hogy nem tudunk személyesen találkozni, úgy, ahogy szoktunk, de reménykedjünk azért egy jobb jövőben.
Nagyon szépen köszönöm, Zsu, ezt a tartalmas beszélgetést. Ami a jövőre nézvés biztos, az az, hogy hamarosan újabb videóval jelentkezünk, amennyiben támogatnák tevékenységünket, adójuk 1%-át köszönettel fogadjuk. Ajánlom figyelmükbe média csatornáinkat, a VGK YouTube csatornáját, valamint a közösségi civil szervezők és az Egyesület web és Facebook oldalát, de érdemes a Hobby Rádió tartalmai között is böngészni. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszontlátásra, a viszonthallásra. Home office-ban a látássérültek. Az első lezárásoktól napjainkig.